Viszonylag többször megkapom tőletek azokat a kérdéseket, hogy kik inspirálnak, honnan inspirálódom egyáltalán, és nem igazán folytam bele ebbe a témába, meg kell, hogy mondjam őszintén, azért, mert nem gondoltam bele egyszerűen, vagy nem tudom. Nekem ez nagyon, nagyon ilyen természetesen jön mindig az inspiráció, vagy amikor szarba vagyok, akkor nyilván én is sokszor belegondolok, hogy nekem most miért nincsen ötletem, De ezek a dolgok valahogy, ezeken így könnyen át szoktam siklani. Egyszerűen elfogadom ilyenkor ugyanúgy, mint a rossz kedvemet, hogy oké, most ez van, és túl leszek rajta. Nekem is vannak olyan helyzetek, amikor nem tudok valami jó dolgot kitalálni. Ilyenkor azt vettem észre, hogy ha belenyugszik az ember, és ez így az élet több területén is szerintem így van, akkor így elszáll ez a dolog, és minden oké lesz utána. Viszont én most leültem, és szenteltem egy kis időt arra, hogy összegyűjtsem azokat a dolgokat, amik engem igazán motiválnak. Belegondoltam így általánosságban, hogy mik ezek. És sok dolognál úgy vagyok, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy így nem gondolnám, hogy érdemes róla beszélni, de végül is ez az a dolog, ami inspirál. Tehát, hogy nagyon egyszerű dolgok tudnak engem inspirálni. Például itt van ez a kávés bögre, és tudom, hogy most ti nem ezt várjátok tőlem, és azt várjátok tőlem, hogy én valamiféle világot megváltó dolgot fogok közölni, és receptet arra, hogy legyen inspirációtok, de engem tényleg ilyen gyönyörű tárgyak, ezek engem mindig inspirálnak. Tehát maga a dekoráció, vagy itt is láthatjátok ezt a gyertyát, tehát hogy gyönyörű, és nem tudom róla levenni a szemem, vagy például van a Dolce & Gabbana-tól egy pirosítom, ami egyszerűen gyönyörű, van kártyatartom, amin festett rózsák vannak, és egyszerűen ez annyira beszippant engem, és valahogy, hogyha ezekkel vagyok körülvéve, most nem a luxus dolgokra gondolok, hanem szép dolgokra, tehát hogy ez a bögre körülbelül, nem tudom, 7 euróba került a H&M-nél, mégis valamiféle szuper ereje van a számomra. És szerintem csak azért, mert egyszerűen gyönyörű, és én szeretem a gyönyörű dolgokat, én szeretem a szép dolgokat, én szeretem a drágának tűnő dolgokat, és nem azt mondom, hogy a drága dolgokat, természetesen azokat is szeretem, de hogy én mindig találok a gyönyörű dolgokban, vagy a kézzel alkotott, vagy egyszerűen, hogyha látom azt, hogy valaki beletett ebbe egy óriási nagy erőfeszítést, mondjuk például ebbe a bögrébe nem, mert ezt nem tudom, úgy nyomtatták, vagy... Tehát én mindig nagyon-nagyon nagyra értékelem azokat a dolgokat, amikbe valaki óriási energiát fektetett, és ilyen gyönyörűvé tette őket, tehát hogy ez a bögre enélkül, a minta nélkül csak egy szaros bögre lenne, és most pedig nem tudom levenni róla a szemem, és minden nap ebbe akarom inni a kávét. És remélem, hogy meg fogtok tudni érteni, és át fogom adni a videóban a lényeget, vagy amilyen én vagyok ebből a szempontból, tehát hogy nem azt akarom átadni, hogy jaj, az itt a mostanság ezt vesz, meg azt vesz, amazt vesz, hanem hogy én ezeket a dolgokat nem úgy nézem, hogy ez drága volt, ez biztos, hogy jó lesz, ez ennyibe meg annyiba került, és milyen menő vagyok, hanem én elcsodálkozom a dolgok felépítésén, hogy az adott alapozó üveg hogy van kialakítva. Az adott Chanel rúzs milyen tárolóban van, milyen a záródása, milyen gyönyörű ez a mágneses dolog, és mennyire jó hangja van. Tehát, hogy lehet, hogy ez sem normális, de én így élek, tehát, hogy én nagyon sok időt szentelek ilyen apróságokra, és engem ezek az apróságok nagyon-nagyon így beszippantanak, és inspirálnak is. Ebben a videóban már csináltam nektek most az előbb ilyen kis klippeket, be fogom őket vágni, mert megcsináltam volna ilyen képernyő megosztással is, hogyha professzionális youtuber szeretnék lenni, de szerintem valahogy így jobban néz ki, ahogy én mutogatom az iPad-en, hogy mi inspirál, és melyek azok a dolgok, amik engem beszippantanak, és tényleg ötleteket kapok tőlük. Tehát, mint mondtam, itt volt ez a gyönyörű bögre, vagy itt van nálam ez a gyönyörű pirosító, amit anyukámtól kaptam karácsonyra, vagyis hát ilyen idézőjelben az ő ajándékából vettem. És tehát, hogy lehet, hogy nektek ez csak egy rózsás pirosító, és jó van, Zita, oké, de hogy én konkrétan ezzel így 10 percet szemezgettem szilveszter napján este, amikor így megjött ez hozzám, hogy így azta. És ugye nyilván nem mondtam az első pontomat, de a szépségre akartam kiukadni, pontosabban ezt is le fogom bontani, hogy úgymond nekem mi a szép, mert én nagyon-nagyon szeretem az aprólékos dolgokat, és
ezen belül is a mintákat. Tehát, hogy engem ezek nagyon be tudnak szippantani. Közben itt szorongatom ezt az iPad-et, mert írtam amúgy jegyzetet, hogy mi alapján haladjak, de még hát be van csukva, úgyhogy szerintem ezt ide lerakom. Ennek is, mint láthatjátok, virágos tokja van még hozzá, Van Goghnak a mandula virágos festménye van rajta, tehát hogy azért én eléggé rá vagyok akadva erre a témára. De el is kezdtem most itt a tárgyilagos dolgokat, és láthatjátok itt is a háttérben, hogy van egy-két könyvem ilyen divattal kapcsolatos, de vannak olyan könyveim is, amiket így annyira nem láthattatok, vagy így egyetem nem is beszéltem róluk, de nagyon szeretem őket így inspiráció szempontjából. Mint mondtam, ugye nagyon szeretem a mintákat. És van ez a könyv, az a neve, hogy The World of Ornament, és ebben rengeteg minta megtalálható, és nem csak magát a mintát szeretem igazából magát így nézegetni, hanem a keletkezéséről is szeretek egy-két dolgot olvasni, mi miért van, és egyszerűen gyönyörű, tehát én úgy gondolom, hogyha oda vagy a mintákért, akkor érdemes ezt megvenni, de úgyis be fogok rakni ilyen kis bevágásokat róla. Nyilván nem fogom átnyálazni, mint a 780 oldalát, azt hiszem annyi van, nem tudom, de érdemes ilyen dolgokra szerintem beruházni, mert nem is tudom, hogy mennyiért vettem, szerintem valami 10 euróért rendeltem még annó Amazonon, és nyilván most sokan gondolhatják azt, hogy ki a tököt érdekel az, hogy ez a minta honnan van, de valahogy engem mindig boldoggá tesz az, lehet, hogy azért is, mert amúgy szeretek, meg úgy szerettem tanulni, vagy így nem is azt mondom, hogy szerettem tanulni, hanem szeretem azt az érzést, amikor így tudok valamit, és valahol látom, valahol szembe jön velem, és tudom, hogy mi miért van. Tehát, hogy én ezt az érzést nagyon-nagyon szeretem, és ez nem azt jelenti, hogy kívülről tudom az egész könyvet, de hogy néha felcsapom, és így tök érdekes dolgokkal találkozok benne. Még vissza fogok térni egy kicsit a mintákra, viszont most kicsit elkanyarodnék a természet felé, ugyanis ma van az első olyan nap már nagyon-nagyon régóta, hogy inspirál a természet, és tetszik az, amit látok, hogyha kinézek az ablakon, azért is csinálom most itt nektek a videót, ugyanis gyönyörűen havazott az éjjel, és most gyönyörű a természet, tehát hogy nekem ez nagyon hiányzik, tudjátok, mert mindig minden videóban ősszel már, vagy mikor már érzem az ősszelét, elmondom, hogy jön a depresszió, mert hogy tél lesz, nagyon nem szeretem én ezt, és nem szeretem, amikor úgy leredukálódnak a színek a természetben. Így ősszel így tök jó, hogy így színes, meg minden, de nem tudom élvezni, mert már alapjáton depressziós vagyok. Mert számomra a tavasz, a nyár, az minden, a meleg, imádom. Viszont ilyenkor ez az a kép, amit nagyon-nagyon szeretek, tehát hogy annyira gyönyörű, kicsit így süt a nap így a felhők közül, és megcsillan a fákon. Ezzel a jeges hóval együtt ez a napsugár gyönyörű, és kicsit olyan érzésem van, hogy minden egyes kis szar, faág és levél és akármi kap magára ilyenkor egy hófehér Chanel tweed blazer, tehát hogy számomra ennyire gyönyörűnek hat ez az egész. De a lényeg az, hogy a természet főleg tavasszal és nyáron engem nagyon-nagyon szokott inspirálni. Én egy szép helyen lakom, úgymond egy szép kilátással rendelkezik ez a hely. Szinte az erdő nem közepén, az erdő környékén, tehát hogyha én itt kimegyek, akkor erdő van körülöttem, és ez engem nagyon megnyugtat, és nagyon sokat dob az egész életemen, én úgy gondolom, mert sokan azt mondják például, hogy kit érdekel, hogy milyen helyen lakom, tehát van kolléganőm is, aki azt mondja, hogy kit érdekel, hogy milyen helyen lakom, úgysem vagyok otthon, mert az életem nagy részében dolgozom, a munkahelyen vagyok, és hogy arra hétvégére most teljesen mindegy, hogy milyen környéken vagyok. Én meg pont az ellentétje vagyok, tehát én meg mindig azt mondom, hogy ha már ennyit dolgozom, bazd meg, akkor nekem, hogyha hazamegyek, akkor legyen körülöttem egy gyönyörű környezet, hogy ebből fel tudjak úgymond töltődni. Tehát, hogy én nem vagyok az a nagyvárosi lány, azt hittem, hogy az leszek, de így annó a főiskolás éveim alatt így elég volt belőle. Tehát, hogy én imádom ezt a zöld környezetet, a nyugit, nekem megéri a városba úgymond több ideig beutazni, és nyilván ez azt is jelenti, hogy azért húzósabbak az ingatlan árak, meg a bérlés, meg minden, de én úgy gondolom, hogy megéri, mert nagyon jól érezzük mi magunkat. És a természetben nem csak a színek, bocsi, hogyha egyfolytában kinézek, de el vagyok ájúban, mint mondtam ettől a látványtól, tehát a természetben nem csak a színek inspirálnak, hanem a szagok is, az illatok is. Tehát, hogy én tavasszal, nyáron nagyon szeretek
lehúzott kocsi ajtó mellett, vagy ablak mellett ülni, és tudom mindig azt, hogyha végzek a munkahelyen, nyilván egész nap maszkban vagyok, akkor ha hazafelé megyünk, akkor mindig kidugom a fejemet az ablakon, és mindenféle illatot megpróbálok beszippantani, tehát hogy imádom ezt. És most itt kanyarodok vissza a természettel kapcsolatban a mintákhoz, ugyanis az egyik kedvenc mintám a virágminta, és szerintem azt is tudjátok rólam, hogy én és az élő virágok, mi nem vagyunk ugye a legjobb barinők, és nálam nincs is itthon amúgy élő virág, tehát hogy nem vágott virágról beszélek, hanem ilyen cserepesről, mert megdögölnek mindig, és valószínű én nem vagyok képes erre, hogy ezeket én életbe tartsam, én ezt beláttam, és így nem is szoktam ezeket vásárolgatni. Nyilván azért szoktam néha olyan emberektől kapni ajándékba, akik ugye nem ismernek, vagy így mit tudom én, kolléganők, akik így annyira nem tudják, hogy mennyire béna vagyok ilyen szempontból, és mindig fáj a szívem, mert hogy így jó szándékból adják, de hogy így tudom már, hogy jó, akkor már tervezhetjük ennek a temetését körülbelül, mert hogy sajnos nem vagyok rá képes, de ettől függetlenül én imádom a virágokat. Mi többször el is szoktunk menni így Bécsben tavasszal, például a botanikus kertbe, mert nagyon szeretek ott lenni, mint mondtam, imádom a virágokat, hogyha valaki másnál vannak, aki képes őket ellátni, és mint mintát is nagyon-nagyon szeretem. És aki hasonló hozzám, annak nagyon tudom ajánlani a The Book of Flowers nevezetű könyvet, amiről majd itt láthatok ilyen kis bevágást, ugyanis gyönyörű képek vannak benne, tehát, hogy számomra ez a könyv ez ilyen annyira inspiratív, hogy hihetetlen. A rajzok benne, a festmények benne egyszerűen lélegzetelállítóak, és gyönyörűen vannak a virágok illusztrálva, és tervezem majd azt is, hogy jó, hát majd ebből fogok én egyszer virágokat rajzolni, vagy hát megtanulni, vagy hát próbálkozni, de annyira még nem volt ehhez türelmem, de biztos vagyok benne, hogy ha több időm lesz, akkor neki fogok állni, mert mint mondtam, gyönyörű, meg nyilván ilyenkor én is így örülök magamnak, hogyha egy-két dolog úgy szebbre sikerül, bár ugye ez annyira nem szokott így előfordulni, de ez is tervben van, hogy elkezdek majd így rajzolgatni. Ami még rendkívül szokott inspirálni, ez a művészet, például festészet. Szerettem régen, amikor még lehetett kiállításokra járni, tehát hogy tök jó volt például itt Bécsben a Klimt kiállítás, voltam az Albertinában is, tehát hogy ott is el tudok azért veszni egy-két dologban. Anélkül, hogy Instagramra posztoltam volna olyan képet, hogy állok egy műalkotás előtt, és valaki hátulról lefotóz. Nem kell műértőnek lenni, ehhez én sem vagyok az, de nagyon inspirálnak ezek a dolgok, tehát mint mondtam, a művészetek bármi, tehát hogy amiben az ember ennyi munkát belefektetett, én emelem kalapom tényleg. Tehát a másik fele az, hogy én néha próbáltam, vagy hát próbálkozok festeni, és tudom, hogy mennyire nehéz, mert hogy így nagyon könnyűnek tűnik, hogy jó, nesze, itt van egy ecset, meg a festék, és akkor csináljad, mert ezek csak vonalak, de a végén nem, ezek nem csak vonalak, tehát hogy respekt tényleg. De a következő pontom az az, ami valamennyire, sőt, nagy részben inspirálta magát a csatornámat, a divat. Én ezt imádom. Tudjátok ti is, hogy oda vagyok érte, és van itt egy-két könyv, amit be fogok majd mutatni a kis bevágásokban. Az első az az In Vogue nevű könyv, amit itt láthattok, nem fog most elővenni, mert ezzel körülbelül embert lehet ölni, annyira nehéz, de nagyon szeretem és sokszor felcsapom. Nagyon szépek benne az illusztrációk, és tényleg végigköveti a Vogue-nak a történelmét, az első lapszámoktól kezdve, hogy hogy illusztrálták akkor a dolgokat. Háborús történetek is vannak benne, hogy akkor milyen volt a Vogue, és egészen a mai napig van benne mindenféle. Úgyhogy én mindenféle divat kedvelőnek ezt ajánlanám, vagy például ajándék ötletnek is ajánlanám, mert mint mondtam, én is karácsonyi ajándékba kaptam ezt. A másik könyv a Chaneltől van, és ezt is a tesómtól kaptam, tehát hogy ő azért biztosra megy ezekkel a dolgokkal, és ebben is gyönyörű dolgok vannak, tehát a Chaneltől vannak kosztümökről képek, tehát fel van osztva maga a könyv különböző fejezetekre, ruhák, tehát kosztümök, ékszerek, smink, mindenféle kiegészítők, és ott el van mesélve így az egész történet, mi hogyan alakult, mit miért csináltak, miért találták így meg úgy ki, vannak képek régi sminkcuccokról, és nagyon-nagyon élvezetes ez a könyv is. És mint mondtam, én nagyon-nagyon szeretek elmerülni az apróságokban. Az egyik kedvencem ebben a Chanel könyvben az az, amikor ki vannak terítve, vagy hát így rakva egymás mellé, Chanel kosztüm gombok,
hogy azok mennyire aprólékosan vannak megcsinálva, és hogy mindegyikben valamiféle más dolog van, és gyönyörűek találom őket. De maradjunk még a divatnál, viszont evezzünk kicsit a modernebb dolgok felé, ugyanis az egyik kedvenc applikációm az a Vogue Runway nevű app, és ebből is rakok be majd ide kis részletet. Tehát, hogy itt megtalálhatóak mindig a legújabb kifutók, és végig lehet őket lapozgatni. Én ezt nagyon-nagyon szeretem, és egyrészről én sokkal jobban szeretem ezt az applikációt, mintsem, hogy megnézek egy ilyen divatbemutatót. Tehát, hogy sokszor szoktam azt csinálni, hogy leülök, és akkor YouTube-on megnézem a divatbemutatókat, és így tök jó, meg például vannak olyanok, akik egy igazi élvezetes sót kerítenek az egészből, viszont sokszor úgy érzem, hogy jó, egy-két olyan outfit van, ami annyira úgy nem érdekel, vagy nem nézném olyan hosszú ideig, és ezeket itt nagyon szépen át tudom ugrani, viszont ami meg nagyon tetszik, és szeretném jobban megvizsgálni a részleteket, ugye, amiben én nagyon jó vagyok, így el tudok vele szemezgetni, tehát hogy van rá időm, rá tudok nagyítani. Tehát nem szoktam az összes tervezőt végig nyálazni, van egy-két kedvencem, akiket így megnézegetek, és ezek engem nagyon inspirálnak mindig, hogy nektek valamiféle divat videót gyártsak, vagy trendekről gyártsak videót, mert így minden egy helyen van, és ezt össze tudom jobban szedni, ami még most nagyon tetszik benne, hogy például vannak ilyen 1996-os divat bemutatók is, vagy képek róla, és én az ilyen régebbi dolgokat is nagyon szívesen nézegetem. Aztán még maradok egy kicsit a divatnál, de már nem sokat. Viszont maradok az interneten is, tehát a YouTube-on. Mindig kérdezitek azt, hogy kiket szoktam nézni, kik inspirálnak YouTuberek, és meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy nem igazán vannak így kedvenc YouTubereim, és főleg nem ilyen divat kategóriában, tehát hogy abban szinte egyáltalán nincsenek. Én nem tudom, hogy miért. Igazából én úgy gondolom, hogy eddig még úgy nem volt rá szükségem, persze meg szoktam nézni néhány embernek így a videóját, vagy valami, de így ennyi. Sokkal inkább nyerek inspirációt a divatházakból, természetesen nekem is vannak olyan youtuberek, akiket szeretek, tudjátok, hogy Évit nagyon szeretem, de nem igazán a divat miatt, Gabit is nagyon szeretem, őt sem a divat miatt, hát imádom a barátnőm, meg minden tartalmát imádom. De, mint mondtam, divat szempontjából nincsenek így kedvenc youtubereim. Akit mondjuk még nagyon szeretek, ő egy brit hölgy, Sophie Shohat-nek hívják. Semmi bajom az amerikaiakkal, mielőtt valaki rám dobná a követ, viszont én úgy gondolom, hogy az én stílusomhoz, mentalitásomhoz, személyiségemhez a britek azok közelebb állnak, hogyha már ilyen angol nyelvű dolgokban gondolkodunk. És mint mondtam, Sophie-t nagyon szeretem, ugyanis ő egy ilyen igazi üzletasszony, vagy nem is tudom, tehát hogy nyilván hozzám nem lehet hasonlítani, viszont nagyon szeretem a humorát, és nagyon szeretem, ahogy ő beszél a dolgokról, mert igazán intelligens, és nyilván olyan dolgokat engedhet meg magának, amit én nem, viszont nagyon értékes, érdekes információkat közöl a designer cuccokról. Tehát neki van egy marketing ügynöksége, azt hiszem, hogy valahogy így dolgozik a férjével együtt, tehát neki is van normális munkahelye, de az a hobbija, hogy designer táskákat vásárol, meg bele is fekteti a pénzét, meg mit tudom én. De hogy ő itt tényleg őszintén beszél róla, és arról is beszél, hogy mit nem kellett volna, meg hogy mit ne vegyél, meg hogy mit vegyél, és nekem ez így nagyon-nagyon tetszik már, mint az ő stílusa. Aztán maradjunk a YouTube-on. Mi az, ami engem inspirál, és szoktam nézni? Ami engem mindig inspirál, tehát hogy egész kiskoromtól fogva, azok az ilyen hogyan készült videók, és a tévében is a Discovery-n volt ez az adás, tehát hogy én azt nagyon-nagyon szerettem, hogy mi hogyan készült, tehát hogy érdeklődtem iránt, tehát teljesen mindegy, hogy most Faber-Castell ceruzákról beszélünk, szerintem az volt a kedvenc, amikor azt mutatták a Discovery-n. És ezért is szoktam felkeresni mindig, így, hogyha visszatekintek a divatra, a designerek YouTube csatornáját. Egyre több márka csinálja már ezt, a Chanel is, Dior is, Dolce & Gabbana is, hogy felrakják így nagy vonalakban, tehát hogy inspiráció szintjén, hogy hogyan készülnek a dolgok, és most lehet itt belekötni, hogy nem, mert nem tudom, hol csinálják őket ébérért, de én úgy gondolom, hogy most teljesen mindegy, én elhiszem, hogy az a Dolce & Gabbana szemüveg ez úgy készült, hogy a 60 éves szemüvegkészítő papi egyesével rakta be az üveg szemcséket, kis apró bizbaszokat abba a szemüveg keretbe, és utána összeolvasztották őket, és ez ilyen tökéletes lett, tehát hogy pont ez engem inspirál,
és kész. Érdemes megnéznetek, majd erről is vágok be szerintem videót. Aztán azt hiszem, hogy elérkeztem az utolsó pontomhoz, vagy hát mindjárt megnézem, hogy mi a tök van, mert lehet, hogy elfelejtettem. Igen, ez megvan. Ja igen, amik még inspirálnak, azok az illatok, tehát hogy nagyon. Rendeltem most ettől a cégtől, ez a Sommelier du Parfum, és sokan kérdezitek, hogy melyik tetszik belőle, és amit adtak ajándékba, ez a Le de Chaux nevű illat. Tehát nem is én választottam, hanem csak ők így nekem oda lökték. Imádom, nagyon-nagyon szeretem, és egy feliratkozó írta is nekem abban a videóban, hogy a párjának vagy a férjének van ez a parfüme, és hogy biztos nagyon fogom szeretni, és igazad volt, mert isteni, tehát, hogy férfiaknak, nőknek is, és gyerekek, még 3 nappal után is éreztem a hajamon valami iszonyatosan más verzióban, de nagyon-nagyon jó volt úgy is. Aztán, ami még ide le van nekem írva, igen, tehát ezt így a művészethez kellett volna mondanom, de idén annyira nem lett sok minden ugye az utazásból, azért Salzburgba elmentünk, és iszonyatos nagy inspiráció volt a számomra, ugyanis ott is vannak kertek, gyönyörű szökőkutak, épületek, tehát ezek is irtózatosan inspirálnak, pont azért, amit előbb mondtam, hogy ott állok, és az összes freskót, a mindent 5-10 percig lesem, és minden részletét próbálom magamba szippantani. Ugyanígy vagyok az épületekkel és a szökőkutakkal is, főleg, hogyha ez egy ilyen kombinációban van, tehát, hogy gyönyörű épület, gyönyörű kerttel, virágokkal, szökőkuttal. Úgyhogy, mint mondtam, idén, vagyis, bocsánat, tavaly, az utazásokból nem sok minden jutott a számomra, de ahol voltunk, az nagyon-nagyon szép volt, Hallstatt is gyönyörű volt, és mindig úgy érzem magam, hogy utána így fel vagyok inspirációval is töltődve, úgyhogy fontos szerintem, hogy új tájakat is lássunk, nem mindig csak otthon legyünk, és egyszerűen legyünk nyitottak, mert akkor az inspiráció is csak úgy áramlani fog felénk. És el is érkeztünk pont időben még az utolsó pontomhoz, mert igen, csak úgy látom, hogy mindjárt majd besötétedik, vagyis hát késő van már. Az pedig a zene. Tehát a zene engem mindig nagyon-nagyon nem csak inspirált, hanem motivált is, vagy nem tudom. És meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy amikor fiatalabb voltam, akkor mindig ragaszkodtam egy-kettő ilyen stílushoz, vagy tudjátok, amikor rocker leszel, és akkor kicsit úgy vagy vele, hogy jó, én most csak System of a Down-t és Green Day-t és nem tudom mit hallgathatok, és más nem. Pedig tudtam akkor ott is, hogy az a másik zene is tetszik, de úgy voltam vele, hogy nem, én rocker vagyok. És nyilván nekem is volt egy ilyen korszakom, hogy én kitűztem magam elé azt, hogy ez csak így, meg csak úgy mehet, de rájöttem, hogy ez mekkora hülyeség, meg hogy így nem lehetek ilyen szemellenzős ló, de nyilván ez a tinédzser korral jár és jön. De hál' Istennek ez elmúlt, és ide is fogok berakni ilyen kis klippeket. Manapság mindenevő vagyok, és minden el tud bűvölni. És emlékszem arra, hogy engem anyukám, vagyis hát mi így a családdal nagyon sokat jártunk színházba, azt mindig nagyon-nagyon élveztem, és nagyon sokat jártunk koncertekre is, komoly zenei koncertekre. Hát ahogy öregedtem, és belemászkáltam ebbe a tini korba, eléggé lázadtam ez ellen a dolog ellen, és kicsit most úgy vagyok vele, hogy de hülye voltam, mert volt olyan, hogy végig hallgattam, ott ültem duzzogva egy másfél órás koncertet, anélkül, hogy bármiféle hangszerre figyeltem volna. Most meg úgy vagyok vele, gyerekek, hogy végig hallgatom az újévi koncertet szinte csukott szemmel, és mindenféle hangszert külön-külön próbálok analizálni, mert egyszerűen ez jól esik. És ha visszagondolok erre, tehát, hogy öregszem nyilván ez, ennek az a jele, de nagyon hálás vagyok az anyukámnak, mert biztos vagyok benne, hogyha ezt ő nem csinálta volna, akkor valószínű most sem érdeklődnék annyira ez iránt. Egy kicsit erről az újévi koncertről beszéljek meg, amúgy is így a zenéhez tartozik az, hogy inspirál a zene, és mindig elképzelek ez a zenéhez valamiféle outfitet, tehát, hogy azért a divat nekem az így mindig bejön a képbe, mindig elképzelek valamit magamon, egy outfitet, és egy helyre beképzelem magam, hogy én ott mozgok, táncolok, vagy akármi, csak vonulok. És valahogy ez nekem egy írtó jó érzés, mert mindent egybe elképzelek, tehát gyönyörű épület, gyönyörű kert, virágok, ruhazene, tehát hogy nekem ez egy ilyen kombináció, ez engem feltölt, és idén is nyilván megnéztem ezt az újévi koncertet, mondjuk az elején nagyon-nagyon-nagyon küszködtem,
meg majdnem elbögtem magam. És nem is tudtam, hogy miért, hogy azért, mert most jön a bajom, mert tudtam, hogy valami hormonális dolog is van az egészben. Én mondtam, nagyon-nagyon becsülöm azokat az embereket, akik valamiféle ilyen művészetbe vagy foglalkozásba ennyi időt fektettek, és a zenészeket is, mert ez egy nagyon nehéz dolog, én soha nem tudnám ezt megcsinálni, és valahogy én, nekem így összejött ez a 2021-es év, ami nem volt annyira rossz, vagy nem mondanám rossznak, mert mindenki panaszkodik róla, meg mit tudom én, de nekem már inkább abból van elegem, hogy mindenki erről panaszkodik. Tehát, hogy én nem mondanám szarnak, vége van, kész, de hogy ott álltak ezek a szerencsétlenek. Azzal a karmesterrel bejöttek, és üres volt az egész terem. Tehát, hogy annyira sajnáltam őket, gyerekek, hogy leülnek, érted, és semmi tapsot, semmit nem kapnak. Hiába kaptak ilyen fék tapsot, meg mit tudom én, ott mutatták, hogy jaj, mindenki nézi őket a neten. De hogy szerintem ez borzasztó lehet. Egyrésztről mondjuk örültem, mert ilyenkor ez az első mindig azzal telik, hogy én féltékenykedem azokon, akik ott ülnek a teremben, az aranyteremben, hogy miért ül az ott most, és én miért nem lehetek most ott, úgyhogy kicsit úgy voltam vele, hogy na tessék, most senki nem lehet ott. Tehát, mint mondtam, közel áll hozzám a komoly zene, de bármi jöhet, tehát, hogy 80-as, 90-es évek, imádom Paroff Stellárt, Purple Disco Machine, Jamiroquai, ez mind-mind jöhet, és nekem nem mondja senki, hogy nem tudom, egy modern talkingra te még soha nem táncoltál önfeledten, tehát hogy mindenki tudja, hogy ezek olyan zenék, amiben nyilván nem sok erőfeszítés van meg, nem is tudtuk, hogy most mit tudom én, az a két faszi ott miért áll ott meg, hogy mi van az egyiken szájfény, a másik meg fog egy zongorát, és igazából a gitár megy a háttérben, tök mindegy, de hogy így úgy vagyok vele manapság, tehát hogy nyilván benőtt a fejem lágy, hogy tetszik, meghallgatom, inspirál, jól érzem magam, pont. És ennyi. Nincs mind szégyenkeznem. Ez nem azt jelenti nyilván, hogy én minden nap modern talkingot hallgatok, ez csak egy példa volt. Jó, de ennyi lett volna a mai videó, remélem, hogy élveztétek, és hogy találtatok belőle valamit, ami nektek is tetszett, vagy hogy így kicsit jobban megismertetek, hogy én milyen vagyok, ha még így nem tudnátok. Úgyhogy, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!